a lehető legkevesebbet ártsak másoknak, hogyha már megúszni úgy sem tudom, hogy ártsak nekik, vagy legalábbis ellenükre tegyek, ugye, mert nem lehet úgy élni, hogy amikor valakiknek ne a kárára változtasd meg az életedet, ez nem megy. Tehát ez be kell látni, hogy minden ilyen magánéleti konfliktusban meg kell bántanod embereket. Kisebb vagy nagyobb mértékben. És akkor mi van? Az nagyon rossz. Az nagyon rossz, de be kell, de muszáj bevállalni. Tehát egy pontig lehet konfliktusokat söprögetni, meg megoldogatni, meg minden. Aztán van egy pont, amikor úgy látja az ember, hogy ennek már nincs jövője, és akkor kénytelen vagy fölvállalni a konfliktust, eljönni. Például egy házasságban adott esetben, vagy azt mondani, hogy akkor itt vége van. Ezek rettenetesen nehéz, baromi nehéz döntések. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Parti Nagy Lajos, Kossuth és József Attila díjas költő, író, drámaíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Magyar történelem szakon szerzett diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Első verseit a Jelenkor folyóiratban olvashattuk, amelynek szerkesztője volt. Írói álnevet használva Sárbogárdi Jolán néven jelentette meg a Test Angyala című kisregényét. Legismertebb művei Angyalstopp, Fagyott kutyalába, Ibusár, Mauzóleum, Szódalovaglás, Hősömtere, Fülkefor és vidéke. Három gyermeke született, harmadik felesége Bíró Kriszta, színésznő. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek kivétel nélkül Parti Nagy Lajos életének meghatározó szereplőjére, korábbi idézetére, szerintem érdekes aspektusára, életének érdekes aspektusára utalnak, nagyon talányos fogalmak mögé rejtve. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Úgy szeretném. Sose ment. Ő volt az? Szándék kérdése. Kicsúszik a kezemből? A rossz fiúk sportja? Pontos az idézet? Jobb későn. Whitefül. Életképes alternatívák. Hogy kell csinálni? Titokzatos készlet. Szentélyavatás. Nincs mozgástér. Mit utálsz benne? Te mit lépsz? Melyikkel kezdjük? Végigmenjünk minden? Nem, szerintem 4-5-6 hétre lesz lehetőség. Melyikkel kezdjük? Talán hogy kell csinálni van. Hogy kell csinálni, az egy idézetre utal, nevezetesen azt mondtad, hogy úgy kell nem belehalni a kritikákba, hogy a dicséretet sem kell egyáltalán komolyan venni. És azt mondtad, ez nem étosz, ez praktikum. Aha. Hogy kell ezt csinálni? Ebben semmi magasztos, vagy semmi poétikailag releváns nincsen, ez egy szintiszta önvédelem, azt hiszem, hogy azért cserébe, hogy megvédjem a minimális kedélyemet lent fogalmazva, a munkaképességemet fönt fogalmazva, tehát ennek érdekében meg kell védenem valamennyire magam attól, hogy még jobban elbizonytalanítsam, mint amennyire amúgy is bizonytalan vagyok. Ergo ki kell termelnem azt az ellenanyagot, hogy mondjuk akármilyen rosszat mondanak az emberről, túl az ilyen átlagos rossz kedven ne gabajodjak bele, ne kezdjek el konteókat gyártani a kapcsán. Van hajlamod rá? Nincs. Hála Isten, nincs. Ezért ez nekem nem ment nehezen. Természetesen az ember nem nincs fából, és nem hülye, bántja, tudja bántani, hogyha valamit csinál, és az másoknak nem tetszik. Ez az egyik oldal. Viszont, hogyha ezt kifejlesztem magamban, önvédelemből, akkor nagyon kitolok magammal, ha a másik oldalon meg a dicséretről, azt gondolom, hogy hát na ez az igaz, na ez az igazság, és minél jobban dicsérnek, annál igazabbnak gondolom. Tehát ugyanazzal a kaján, vagy nem kaján, szkeptikus, vagy szkeptikaján tekintettel kell arra is nézni, amikor az embert dicsérik. Nehéz az, nem? Nehéz. De azt mondja, hogy a másik nehezebb. A másik nehezebb? Igen.
Igen, nehezebb, mert nagyon ritka az, amikor mondjuk teljesen igaza van, hogy mindenestül igaza van. Ha mindenestül igaza van egy kritikának, ha ez konzekvensen végig van csinálva, és ki van fejtve, és hogy nem mondjam, szakmailag rendben van, akkor az nem tudja az embert nagyon-nagyon bántani. Nekem elég nagy szerencsém van is volt, tehát nem az volt a menet, hogy 10 kritikából 8 volt a dorongoló és a lehúzó, és akkor nem 8-2 volt az arány, hanem talán inkább fordítva. Tehát a dicsérő, vagy legalábbis elfogadó kritikák, azok többen voltak, vagyis ezt én meg tudtam valósítani. Viszont azt mondtad, hogy az ilyen könnyebben bizonytalanítja el az embert, pláne úgy, hogy amúgy is van hajlama a bizonytalanságra. Miben vagy te bizonytalan magadat illetően? Mindenben. Vagy nem, doktor úr, ugye, mint a vízben. Ez egy nagyon kettős dolog. Egyrészt az ember jó, ha egy csomó dologban bizonytalan, vagy legalábbis nem hiszel mindent, még magának is, viszont bizonyos fokig meg egyfajta, és mondok ellent magamnak, egyfajta magabiztosság nélkül, vagy egyfajta magabiztosság látszata nélkül nem lehet létezni. Az alaptermészetem azt hiszem, hogy abban van nagyon sok bizonytalanság, vagy szorongás, bizonytalanság. Na most az ember a saját tulajdonságait jól teszi, hogyha energiává, vagy nem tudom, hajtóanyaggá alakítja valamilyen módon, és én azt tapasztaltam, hogy a bizonytalanságok, azok nagyon jó hajtóerő lehet munkában. Magánéletben is? A magánéletben kevésbé, de azt gondolom, hogy a magánéletben se nagyon rossz, hogyha az ember kicsit tipródik azon, hogy mit tegyen, mit ne tegyen. Bizonyos pontokon nem lehet tipródni, sajnos, mert bizonyos pontokon muszáj így, vagy úgy, vagy amúgy dönteni fontos és kevésbé fontos pillanatokban. De én ezt az előbbit azt inkább a műcsinálásra mondtam, tehát az írásra és a munkára mondtam, de igen, az előbbire is jellemző rám egyfajta bizonytalanság. Általában is, az lehet, hogy nem elég konkrét kérdés, de tényleg érdekelne, és gondolkodtam, hogy készül erre az interjúra. Szerinted racionális ember vagy, vagy inkább emocionális? Mondjuk egy ilyen nagy tipródás megoldó képletét mifelől közelíted meg általában? Most nem konkrét dologról beszélünk, de beszéltünk persze konkrétról is, de általában érdekel. Én abszolút emocionális embernek tartom magam, nem racionálisnak. Emocionálisnak, de mondjuk, hogy mondjam, ezen belül, vagy ezen az alapanyagon belül igyekszem tőlem telhetően ezen belül racionális döntéseket hozni, de hogyha választani kell, akkor feltétlenül az emocionálist mondom, ez rengeteg mindenre így van, magánéletre, emlékezetre például, hogy milyen típusú az embernek az emlékezete, és így tovább. Ez meg az élet során is változik, ez is igaz. Tehát vannak olyan életszakaszok, amikor az ember racionálisabban vezeti az életét, vannak életszakaszok, amikor emocionálisabban, de az alaptermészetem szerint abszolút emocionális. Általában megéri a szívére hallgatni az embernek? Épp annyira éri meg, mint csak az eszére hallgatni. Ugye ezeket teljesen külön nem lehet választani, mert hogyha azt mondhatnánk, hogy az éri meg, hogy az ember az eszére hallgat, de hát az sem mindig éri meg, vagy hát szerintem ugyanakkor a tévedés lehetősége. Válasz kérlek egy másik kifejezést. Ki is pipálom ezt az elsőt? Ez a kicsúszik a kezemből. Az a te időkezelésedre vonatkozik. Azt mondtad, hogy te lusta vagy, vagy hajlamos vagy a lustaságra, és van, hogy teljesen szétfolyik kezét közül az idő. Ezt úgy kell elképzelni, hogy valamikor rohansz a teendők után? Hát igen. Igen. Vagyis, hogy ennyiben ez kapcsolódik az előző kérdéshez is, hogy talán ebből a bizonytalanságból, meg ebből a tipródásból fakadóan
hajlamos vagyok arra, hogy szét, tehát kicsúszson a kezemből az idő, és erre az ember azért beépít különféle mechanizmusokat. Mire sajnálod te nagyon az időt? Hát például a gyerekeimre nem, a szerelmemre, vagy hát a feleségemre nem, egybeesik a kettő. Érdekes módon, hogy én nagyon igazán nagyon ritkán főzök, nem is nagyon tudok, tehát nem úgy, mint a Pisti. És Légyártó Istvánra gondolsz. Igen, Légyártó Istvánra gondolok, meg az Ávada például, tehát nincs rajta különösebb libidóm a főzésen, annál is inkább, mert Kriszta nagyon jól főz. Bíró Kriszta feleség. Bíró Kriszta, igen, nagyon jól főz. Igen, és mégis adom kapom magam, hogy néha főzök én is valamit, és akkor észreveszem közben, hogy sajnálom rá az időt. Marhaság. Tehát nem szabad az életre sajnálni az időt, mert ha a mindent így becsatornázol ebben a munkadologban, akkor az már egy kicsit úgy megrízesedik, megzáposodik. Volt neked olyan életet habzsoló időszakod? Vagy korszakod? Olyan hedonistább, vagy amikor úgy megbolondul az ember, és úgy lesz, ami lesz, úgy élek, úgy élvezem az életet. Ha mi haszna, hát mi haszna tevékenység, okán vagy nyomán? Nem igazán. Most, hát ez is, ugye, ha egy szóval kéne válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy nem. De ez így nem lenne teljesen igaz, mert voltak olyan időszakok, amikor főleg ez az élni bele a világba, de ezek nem mindig voltak nagyon kellemesek, amikor az ember meglehetősen sokat ivott, meg eléggé hányódott, meg éppen vált, meg várost váltott, meg nem tudom én mi, de olyan időszak, hogy én ezt olyan nagyon élveztem volna ezt a, ha tetszik, nem dolgozást, olyan időszak nem volt. Tehát mindig bennem volt, hogy egyrészt tolom el az életemet, másrészt meg, hogy tolom el az időmet, amiből azért az ember 30 éves korára már megtapasztalja, hogy kevés van. Ez nem azt jelenti, hogy ne tudnám élvezni az életet, vagy élni bele a világba, de hát meg mit jelent élni bele a világba? Az, hogy ülsz a tengerparton, és olvasol valami nagyon jót, és nézed a tengert, hát ha ez mi azt a tevékenység, akkor én egész életemben ezt csinálnám, vagy a tovább hátra lévő életemben, és nem kapnék a szívemhez, hogy Uramisten, milyen remek művektől fosztom meg most a nem tudom én kicsodát. De hát ezt az ember több ok miatt se teheti meg. De ez, tehát ülni, olvasni, az nem mi hasznosság. Azt mondod, hogy tudja menet közben az ember, hogy eltolja az életét. Az mi múlik szerinted, hogy tudja az ember? Tudja, de mégis teszi, tudja, és nem csinálja. Ez két különböző karaktertán. Tudja, de mégis teszi. Szerintem te is ismersz olyat, akár szaktársadat is, az én szakmámon meg pláne tudnék mondani. Aki lelkemén tudja azt, hogy hányódik, tudja azt, hogy önfelszámolásba kezdett, és mégis csinálja. Hát ott tényleg valószínű, hogy van egy ilyen tehetetlenségérzés, de egy picit ez úgy van, és most magamról próbálva beszélni, hogy belekezdesz egy szabadesésbe, és azt gondolod, vagy úgy hiszed, hogy bármikor meg tudsz állni, és akkor utána megint vissza. Tehát hiszel abban, hogy bármikor, hogy rajtad múlik. Ki tudod-e tapasztalni azt a pontot, hogy most viszont meg kell állni, ez képzavar, hogy a szabad esésből meg kell állni, mert különben már utána nem fogsz tudni megállni. Én talán ez alkat vagy szerencse, hogy én mindig bőven meg tudtam állni ezeken a pontokon. Magadtól, vagy kellett azért a külső szem? A külső szem mindig kellett, vagy valami külső dolog mindig kellett, de arra gondolsz, nem kellettek hosszú és bonyolult terápiák hozzá. Tehát ilyen értelemben azt mondanám, hogy magamtól, és szóval nagyon nem fennhéjázóan, hanem olyan pipesen fog mondani, de tényleg a munka,
és a szerelem, ami megtartja az embert. Ez a két dolog. Tehát, hogyha az egyik nincs, vagy elmúlt, vagy válságok vannak, akkor még mindig megtartja az embert a munka. Hogyha mind a kettő nem tudom, elmúlik, de hát a szerelem el tud, de hát a munka, hogy múlik el, hát persze, nem, most nem tudok jót írni, de leírom, hogy most nem tudok jót írni, és akkor megint leírom, hogy nem tudok jót írni. Hát tizedszerre már gyanús, de akkor látod, akkor ez van. Akkor ez a repetíció, vagy ez a dolgod, ez kell valamilyen módon nem a világ, meg a nagy közönség szemre, a magad számára lerögzíteni, hogy most ebbe vagyok, hiszen nem mégiscsak arra szegődött az ember, hogy azokat a folyamatokat, amiket vele csinál a világ, vagy ő csinál a világgal, vagy amikké a világ benyomásai benne lesznek, azokat a maga képességei szerint valamilyen módon rögzítse. Én speciál azzal, hogy írok róluk, körülük. Tehát a munkát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az kimenjen az ember. Nem is volt olyan. Nem, olyan nem volt. Olyan természetesen volt, hogy tanástalan voltam, hogy most merre, most hogyan, most mi lesz. Vajon holnap képes vagyok-e még két sort leírni? De hát ez, ha ez kiveszik az emberből, ott baj van. Ez kell. Ez a félelem, mint munkahipotézis nélkül szerintem nem lehet jót csinálni. Olyan volt, hogy annyira elbizonytalanodtál, hogy azt mondtad, hogy hát én nekem ez a büdös életben nem fog többet menni. Elszállt. Oda a tehetség. Volt, de nem tartott sokáig. Tehát amikor az ember nagyon beleszalad valamilyen olyan munkába, vagy olyan problémába, ahol egyszerűen nincs megoldás, akkor azt gondolja, hogy ó, hát ez nem fog, ez most kész, ennyi volt. De ezt gondolja egy napig, gondolja kettőig, meg létezik ilyen, hogy szakmai hiúság. Mi az, hogy én ezt nem tudom megoldani? Hogy? Dehogy is nem. Hát valahogy megoldom. Hát hiszen ez nem, hogy mondjam, ez nem színház, ahol egy nekifutásod van, hanem itt dolgozol, visszabontolsz. Bármikor dolgozol, visszabontod. Tehát a produkciót akkor válik produkció, amikor te akarod. Vagyis, hogyha a leggudváncásabb dologba beleszaladsz, akkor is nem kell kiadni az embernek a kezéből. Ilyen egyszerű. Volt, hogy egy napra, egy hétre, volt olyan, hogy egy hónapra, és inkább olyankor természetesen, amikor úgy éreztem, hogy megy, hát én ezt tudom csinálni. Hát amikor megjelent a szódalovaglás kötet, ez 1990, akkor azt éreztem, hogy én amit erről az egész dologról, mint költészet tudok, azt én most ebbe a könyvbe beleírtam. Most akkor mi van? Most vagy az van, hogy elkezdem ezeket a szériákat, mondjuk a szonetsorokat továbbra is csinálni, a tehetségem megvan hozzá, a kezem megvan hozzá, fogadókészség is van hozzá, és akkor nyomom, és akkor hát a kipörül valami más belőle, ha meg nem, akkor sincs baj, hát akkor jön belőle még egy csomó. Vagy ezt csinálom 37 évesen, vagy pedig kezdek valami teljesen újba a mesterségemen belül, az íráson belül, csak azt gondoltam, hogy talán inkább akkor ezt kéne csinálni, és így kvázi kalandvágyból elkezdtem prózát írni. Ez de jó mondat, kalandvágyból elkezdtem prózát írni. Válasz kérlek egy másik kifejezést. Életképes alternatívák, na? Na, az életképes alternatívák az a te gyerekkorodra utal, mert hogy én úgy tudom, megfordult a fejedbe, hogy színész leszel, vagy képzőművész. Ezek komolyan vehető ambíciók voltak, vagy inkább csak ilyen, nem, ezek ilyen gyerekkori ábrándozások? Kamaszkori. Gyerekkori-kamaszkori ábrándozások. A színészé lenni az talán kevésbé, a festővé nem, hát nem. Azért 15 éves koromban, erre most úgy érzem, hogy nem volt ez nagyon komoly, de a sanszom azt hiszem, hogy meg lett volna. Tehát a képességem meg lett volna, hogyha megpróbálom
akkor lehet, hogy be tudtam volna jutni a színére. Nem, mert nem tudok énekelni. Sokan nem tudnak. Ismerek nagyon jó magyar színészeket, hogy nem tudok énekelni. Hát ott bent már nem kell tudni, csak amíg bekerülsz. Amíg bekerülsz. És vagy pedig, hogy engem a képzőművészet mindig is azért izgatott így kamaszkoromban, de ott meg egyszerűen rájöttem arra, hogy ez egy nagyon kemény mesterség, és ezt az ember vagy megtanulja, és ha nem tanulja meg, akkor örökké olyan lesz, mint egy ilyen félig jó a kép, de bokaficammal táncolni. Tehát, hogy valami az alapokban nincs helyre rakva, arról nagyon szép grotesk teljesítmények épülnek rá, de mégiscsak jobb, hogyha az ember megtanulja azt, amihez képest valamit elrajzol, vagy groteszk módon ábrázol, az pedig az lett volna, hogy anatómiát tanulni, rajzolni, arcot, rövidülést, mindenfélét, és valahogy ott volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy hát írni inkább tudok, mert írni mindenki tud. És mondd, színészként úgy kit képzeltél, csak hogy valami előképet, ha tudnál mondani, tehát hogy ki akartál volna te lenni? Ez jó kérdés. Konkrétan? Uh-huh. Nem. Ez jó kérdés. Jó kérdés. Most meg nem tudnám mondani. De valószínű, hogy ez a színészet azért inkább a versmondás felől volt megalapozva. Tehát nem az volt bennem, hogy én most ezért fogok játszani Cyranót, vagy Hamletet, vagy Lilion Fit, vagy nem tudom én micsodát, hanem sokkal inkább az, hogy verset mondani. Ezért se vehető azért ez nagyon-nagyon komolyan. Tehát az emberben van egy narcizmus természetesen, de bennem ez nem túl sok az igazság, és szépen, mint a Lukas edényből folyik is el. Szóval ezzel nem igazán szembesültem, hogy ez hogy lesz, hogy én akkor végjátékokban, tehát olyasmiket is fogok játszani, amiket én nem feltétlen szeretnék. Szerepeket, amiket rámosztanak, és akkor nekem ott ezt, meg azt, meg azt kell benne csinálni. Aki ebben azért meglehetősen zárkózott vagyok, vagy szemérmes, vagy nem tudom, hogy mondjam. Én is szemérmes ember vagyok, és egyszerűen, amikor mondtam ezt valakinek, színészet és a szemérmesség kapcsán, azt mondta, hogy minden színész, jó színész, az voltak éppen nagyon szemérmes. Igen, ezzel ebbe egyetértünk, tehát ez nem lett volna baj. Nem, én akkor nagyon fontos volt a számomra a versmondás, és tényleg jól is mondtad? Azt hiszem, hogy igen, tehát semmi külön, tehát nem készülődött az új Latinovics, vagy az új Mensáros, vagy az új Darvas, tehát ilyenről szó sem volt, de azt hiszem, hogy igen, azt hiszem, hogy jól mondtam. Ma is, ha nem tudom én, olyan a hangulat, és két pohár bor fölött barátoknak szoktál is mondani, nem tudom én, egy kedved szerint való verset? Nem. Ez a fajta ilyen exponáltság nincs meg benned. Ez a produkálási kényszer, ez abszolút nincs meg bennem. Te mondd, és szüleid mit szóltak színészi ambícióidhoz? Hát támogatták, de olyan sokat nem tudtak szólni hozzá, de támogatták, meg tetszett nekik, de hát azért azt gondolták, hogy jó, de hát... Komoly ember legyen a fiú. Azért, ha lehet, akkor legyen egy olyan diploma, ami valamire használható, valamire alkalmas, és én nem lázadtam ez ellen különösen. Nem volt nagyon szigorú a te papád? Mert ugye katona volt. Katona volt, nem. Azt kell mondjam, hogy nem volt. Tehát nem érzékeltem ezt a katona apa rátelepedő szigorúságát. Egyrészt az anyám ezt kivédte, amit ezen belül ki kellett volna esetleg védeni. Másrészt az én apám egy nagyon jó lélek volt, és nem játszott katonásdit, hogy finom legyek otthon. Tehát tényleg ilyen élményeim nem... Tudott ő gyengéd lenni? Gyengéd, odafigyelő apa? Abszolút, hogyne. Az odafigyelés az más kérdés, de ugye rengeteg dolga volt, nem sokat volt, vagy relatíve keveset volt otthon, ergo jóval kevésbé tudott odafigyelni, mint anyám. De igen, tudott, és hát főleg idősödvén, addigra már húgom meg én felnőttek voltunk, igen, nagyon tudott odafigyelni, és nagyon komoly energiákat fektetett abba, hogy, hogy,
hogy megértsen olyasmiket, vagy hogy elfogadjon olyasmiket, amiket fiatalabb korában kizár dolog, hogy elfogadott volna. Mondasz egy példát? Hát amikor én először szakállat neveztettem 1974-ben, akkor például az apám nem beszélt velem 3 napig. Amiatt, mert van szakállat? Igen. Mert nála az a, nem tudom, a hippiségnek, vagy a... Igen. Aha, ez a hippiségnek egy olyan attribútuma volt, amivel ő nem tudott mit kezdeni, aztán belátta, hogy ez egy hülyeség, de 3 napig nem volt semmi más, hát retordiát felnőtt ember voltam. De így fejezte ki. Te úgy, hogy nem tudom, hogy szóltál hozzá, és úgy csinált, mintha nem hallotta hát, volna? Talán ezt most így most színezhetném, de nem, láttam rajta, hogy ő ezt nagyon nehezen nyeli le, meg azt, hogy váligérő hajam van, meg ilyeneket, de ez a kisebbik rész. Hanem, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon nehezen, és lassan vonult vissza ebből a hithű kommunista pozícióból. Ugye ez ő egész nemzedéke, ő a 24-es születésű, szegény gyerek, aki molnárinasként bekerül a hadseregbe, még a horti hadseregbe hívják be 44 elején, és aztán átveszi a demokratikus hadseregot, ott tanulni akar, tanul, és akkor végigjárja ezeket a grádicsokat, és valóban hisz ebben a Kádár rendszerben is mindenestől is, ahogy ez a, nem adja föl ezt a hitet, csak egyszerűen így visszavonul annyiban, hogy be kell lássa, hogy az eseménysor, amit egész felnőtt életébe, és tehát még éjszakája legmélyebb óráján is ellenforradalomnak titulált, az nem az volt. Ilyenek. És hogy erre igen, valóban tett erőfeszítést, és valóban próbálta a saját előítéleteit, ahogy lehet csökkenteni. Tehát a velünk való ilyen felnőtt beszélgetések során. És nagyon, nagyon jókat beszélgettünk, művészetről nem, azt hiszem, hogy ez hozzá soha nem állt igazán. Én azt hiszem, hogy neki a sokat olvasott, főleg öregebb korában, de ez a művészet, mint olyan, és pláne a költészet, mint olyan, ez lényegében teljes mértékben kiakadt. Büszke volt, meg főleg, amikor másodtól hallotta, hogy én ezt kaptam, azt kaptam, meg minden, de ő maga nem volt ennek nagy fogyasztója, és hát ezzel ugye a magyar népességben nem állt egyedül. Te azt mondtad a gyerekkorodról, hogy olyan, mint egy édes vízkészlet, és lehet, hogy egyszer majd ezt te kvázi csapra vered, és azon gondolkodtam, hogy azt például tudod, vagy legalábbis hitelesen tudod a szüleid megismerkedésének a történetet? Hát annyiban tudom hitelesen, hogy ez egy Tolna nevű, akkor falu, most már kisváros, és az apámat, mint nem tudom, alhadnagyot oda helyezik, és akkor ott valamiféle mulatságom, vagy mind megismerkedik az akkor 18 éves anyámmal, egymásba szerettek, és az anyám is nagyon szerelmes az apámba, és akkor pikpak elég hamar összeházasodnak, akkor nem sokra rájön egy gyerek, aki lány volt, és aki nagyon hamar meghalt, köldökzsinór tekeredés, tehát szülés után mindjárt, és akkor 2 évre rá, vagy másfél évre rá jöttem én, és az anyám sváb családja, az hát nem mondom, hogy tárt karokkal fogadja ezt a katonatisztet, aki hát mégiscsak valamilyen módon a hatalmat képviseli, vagy minden, de nagyon megszeretik, és ő is nagyon megszereti a nagyszüleimet. Szóval semmi olyan éles vad konfliktusról nem tudok beszámolni, legalábbis amiről tudnék. Ennél nyilván kevésbé volt rózsás, talán még az ő viszonyuk is, mint én tudom, de tényleg ennyit tudok róla, hogy ez egy elég idilli dolog volt. Válasz kérlek egy másik kifejezést. Na most ez a... Már egyre kíváncsi vagyok, hogy mikhez tartoznak ezek a... A szenti avatás például mihez tartozik? Te 60. születésnapodon én úgy értesültem, hogy Radnóti Sándor azt mondta rólad, hogy te egy abszolút értelembe vett jó ember vagy. Ez igaz? Hogy ezt mondtam? Igen. Igen, ez igaz. Mindjárt belemegyünk majd ebbe, de zavarban nem akarlak hozni, mert azért annál hálátlanabb feladat, mint hogy az ember elkezdi mondani, hogy hát jó ember vagyok-e vagy sem. A te fogalmaid szerint, vagy étoszod szerint, ki a jó ember? Hát erre.
szúrni. Hát aki legalábbis igyekszik a körülötte lévőknek és a kevésbé körülötte lévőknek nem tenni rosszat. Ez az ismérve szerinted? Azt hiszem, hogy igen, nagyon sok esetben a szándék, mert azt mondani, hogy soha semmilyen szándék nem marjul ki, vagy nem ficamul ki, vagy nem úgy sikerül, meg hát a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. De én azt gondolom, hogy a szándékon nagyon-nagyon sok minden múlik. De a szándékban az is benne van, hogy amikor szándékod van valamit megcsinálni, akkor egy picit mérlegelsz, hogy vajon ez hogy csinál. És hogy adott esetben az-e a jóság, hogyha valakinek pacekba őszintén a szemébe belemondasz valamit, amiben beleroppan adott esetben. Vagy pedig az a jóság, hogyha tapintatos vagy, és inkább nagyon-nagyon kerülő úton próbálod neki elmondani, hogy ez vagy az vagy az a vaj. Ebben az értelemben én a utóbbiak közé tartozom, meglehetősen konfliktuskerülő is vagyok, ez kétségtelen. Mi a baj vele? Miért fázol tőle? Nagyon nem szeretek megbántani másokat. Tehát sportból semmiképpen, csak azért, hogy a fölényemet vagy a helyzetemet fitogtassam, azért végképp nem. Igen, azt hiszem, hogy ezért, hogy nagyon-nagyon utálok megbántani. És te könnyen megbántod? Igazán nem. Tehát komolyan nem. Nem haragtartó se vagyok. Ezek az ilyen kis csörték azok pillanatok alatt elmúlnak. Nem vagyok haragtartó. Ha konfliktus lép életbe, olyan, ami mondjuk azért éles, vagy aha, nagyobb ügyrendezést igényel, akkor te mit csinálsz? Odébb mész, rábízod az életre, vagy föltűröd az inged ujját és beleállsz? Ha vagy helyzetben kérdezed, hogy vagy egyik, vagy másik, akkor inkább oldja meg az élet, és várjunk. Típus vagyok. De vannak helyzetek, amikor nem tudsz nem beleállni. De beleállni is sokféleképpen lehet valamivel. Tehát lehet tapintatosabban, és lehet élesebben, lehet indulatosabban. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy lehet ám, hogy ez semmi egyéb, mint a diszkonformitás utálata, hogy az ember inkább nem áll bele a éles konfliktusokba, és hisz a békés megoldásokban. Tudsz te nagyon indulatos lenni? Olykor igen, de ez inkább ilyen szalmalánkszerű, és nem semmiképpen nem tartósan, és igyekszem, nem szeretem ezt az indulatos típust, mint embertípust, és ezért, amikor magamba felfedezem, akkor nagyon rosszul érzem magam. Mindenkiben vannak indulatok, de azt hiszem, hogy nem. És ha már itt a definíciót kértem tőled a jó emberségre, ez mennyiben hasonlít rád szerinted? Tehát te, ha vezérlő elvekről, meg ilyesmet, hogy jó emberségről beszélünk, akkor igyekeztél így eljárni, vagy most már így 70 fölött mondod azt, hogy így kellett volna? Igyekeztem így eljárni. Igyekeztem úgy eljárni, hogy mint egy kemény Zsigmond mondott, hogy a lehető legkisebb, hogy mondjam ezt jól. Szóval, hogy a lehető legkevesebbet ártsak másoknak, hogyha már megúszni úgy sem tudom, hogy ártsak nekik, vagy legalábbis ellenükre tegyek, ugye, mert nem lehet úgy élni, hogy amikor valakiknek ne a kárára változtasd meg az életedet, ez nem megy. Tehát ez be kell látni, minden ilyen magánéleti konfliktusban
meg kell bántanod embereket. Kisebb vagy nagyobb mértékben. És akkor mi van? Az nagyon rossz. Az nagyon rossz, de be kell, de muszáj bevállalni. Tehát egy pontig lehet konfliktusokat söprögetni, meg megoldogatni, meg minden. Aztán van egy pont, amikor úgy látja az ember, hogy ennek már nincs jövője, és akkor kénytelen vagy fölvállalni a konfliktust, eljönni például egy házasságban adott esetben, vagy azt mondani, hogy akkor itt vége van. Ezek rettenetesen nehéz, baromi nehéz döntések. Ennél természetesen adódhatnak jóval nehezebb emberi konfliktusok is, vagy valóban halálosak. Hát ezeket nekem nem lévén háborúkban, vagy nem nagyon kellett megtapasztalnom, de ezek az elég kemény konfliktusok, az ilyen életváltási. Ezeket te jól menedzselted le? Vagy akár a válást? Nem lehet jól lemenedzselni. Megint csak azt tudom mondani, hogy igyekeztem a lehető legkisebb sérülés, a mások legkisebb sérülésével lemenedzselni, de hát van, amit nem lehet sérülés nélkül. Tehát valamit nem tudsz. Tehát, hogyha ott hagyol egy családot, ott hagyol. Tehát, hogyha eljössz, ott van sérülés. Ez kétségtelen. És a sérülés már megtörtént, mikor kiderül, hogy hát te azért ott vagy mellette, a dolog mellett, és benne vagy, és csinálod továbbra is, és mindent megteszel, hogy ez a sérülés a lehető legkisebb legyen, de ott is akkor, amikor ez a konfliktus kezdődik, ott nem tudsz más csinálni, ott az nagyon rossz a másik félnek. Ezzel... Ezeket például megoldja az élet idővel? Jó kérdés. Hát megoldja, betokozza. Ugye nyomtalanul nem oldja meg. Ez bizonyos. Tehát ez nyomot hagy, de nem mindegy, hogy egy megoldatlan lüktető gennyes gócként maradott, ami állandóan fölfakad, és újabb indulatokat gerjed, vagy pedig ott marad, mint egy heg, mint egy nyom, mint annak a nyoma, hogy az ember a legjobb szándéka ellenére sem tud mindig úgy dönteni, hogy másokat ne sértsen. Tehát igen, megmarad. A nyomok megmaradnak. És mondjuk a gyerekek, ugye három gyereked igen. van. Ők az ilyen nagyon akadálytalanul tudták ezt átvészelni? Nem, de... De itt megint azt mondtam, hogy szerintem elég sikeresen igyekeztünk. Már itt azért mondom a többes számot, mert azért ebbe a dologban, ebben a Kriszta is benne volt, nem csak a gyerekek édesanyja, és hát benne volt a Kriszta fia, vagyis hát a negyedik gyerekünk is. És azt mondhatom, hogy tényleg mindent igyekeztem megtenni, hogy a gyerekek a lehető legkevésbé sérüljenek ebbe. Én most úgy látom, hogy nem sérültek nagyon. Egyrészt ez már ugye 17 évvel ezelőtt volt, jó régen volt, de ezt sose tudod. Ezt sose tudod, hogy valaki 30-valahány éves korában egy ilyen vagy egy életközépi válság idején nem fedezi-e föl magában, hogy minden bajomnak az egyik eredője az, hogy a szüleim annó elváltak. Ezen például gondolkodsz? Hogy ez milyen belátható, vagy észre nem vehető sebeket ejthetett rajtuk? Tehát jár egy lelkiismeretfurdalással ilyen szempontból? Igen, hát persze, hogy jár. Hát hogy ne járna. Amikor az ember ezen gondolkodik, akkor mondom, hát kénytelen voltál sérelmet okozni, akármennyire nem akartál gyerekekben is.
ebben az esetben hogy nehezen gondolkodom, de azt hiszem, hogy csak egy ilyen hülyén, most elmondtam, hogy 6-szor ez a mindent megtettem. Nyilván nem tettem meg mindent, lehet, hogy többet kellett, lehetett volna tenni, de én úgy éreztem, hogy én ennyit tudok tenni, és nem hiszem, hogy a gyerekekben ez most olyan mély konfliktusként ülne, és jóba vagyunk, valóban jóba vagyunk, tehát ez egész konglomerátum, ez működik a gyerekekkel, és jönnek, mennek a két lakás között, és valóban azt hiszem, hogy ez úgy megvan. Te az a típusú apa vagy, akivel ilyenről lehetett, és lehet beszélgetni? Igen. Igen, amikor a gyerekek erről akartak beszélgetni, akkor igen, az a típusú. Miközben szemérmes ember vagy. Hát igen, de igen, de attól még egyrészt a gyerekeknek jár, hogy az ember válaszoljon nekik, ha kérdezik a szüleiket, szemérmesség ide vagy oda, joguk is van tudni, hogy mi történt, hogy történt, és hogy mondjam ezt, hogy, ugye, szóval, hogy én úgy érzem, hogy semmi szégyelnivalóm nincsen. Tehát azt hiszem, hogy tudok a gyerekeknek beszélni bármiről, ami az életemet illeti. Nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy a munka vagy a szerelem. A két láb közül az egyik meg kell legyen, hogy az ember megállítsa a lejtőn. Feleségeddel készült egy interjú, aki azt mondta, olyan mindent betöltő, minden egyebet felülmúló hatalmas szerelem volt ez az első pillanattól kezdve, hogy evidenssé tette, mi összetartozunk. Igen, ez így van. Milyen Parti Nagy Lajos, ha ilyen eszétvesztő módon szerelmes lesz? Látszatra nem hiszem, hogy más. Nem? Mint így, hát nem. Most nem is úgy gondolom, hogy világos, poharak dőlnek körülöttem, mert zavartan azt hiszem, hogy talán azt mondanám, hogy nagyon határozott. Tehát akkor az ember tudta, hogy itt most ezt, igen, hogy ezt most végig kell vinni, ezt az egész dolgot. Tehát igen, össze fogunk költözni, igen, ott fogom bizonyos fokig hagyni az előző életemet, de hát nem hagytam ott természetesen, csak kilépek abból a kapcsolatból, mert igen, én beleszerettem a Krisztába, és ez annyira, vagy úgy, hogy ez úgy gondoltam, most is úgy gondolom, hogy ez mindent fölülír, és akkor kezdődik ennek a praktikus hétköznapi része, hogy na, mindent fölülír, de mit is ír fölül konkrétan, hogy akkor most hogy lesz ez, hogy lesz az, hogy lesz az, nem. Azt nem lehet, mert az abban ez sérülne. Akkor próbáljuk máshogy, úgyhogy még kevésbé. Jó, van, amit nem lehet megúszni, de azért lehet, és ismétlen magamat lehet úgy csinálni, hogy a lehető legkevesebb. De az biztos volt, hogy ezt meg kell lépjük. De ez egy olyan kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen érzés az ember számára? Igen. Igen. Igen, ez egy ilyen magától értetődés. Igen, hogy ennek így kell történnie. Te hittél előtte ilyenben? Nem mondanám, hogy nem hittem. És még azt sem mondanám, hogy hasonló, hogy ne találkoztam volna szerelemmel, vagy hasonlóan nagy szerelemmel, de itt jött úgy össze minden, hogy az ember azt mondta, hogy most, akkor ezt tényleg végig kell csinálni, és hát nem, egy pillanat nem volt, amikor ezt megbántam volna, vagy azt gondoltam volna, hogy nem ez volt a jó döntés. De jó ilyet hallani. Meglátni nem tudok, hogy már mi voltunk magánjellegű eseményen is együtt. Válasz kérlek egy másik kifejezést. Ami először is kezdettünk, hogy ez a rossz fiú sportja, ez mi a bánat? Egy állati kíváncsi vagyok. Az egy Mándi Iván idézetre utal, miszerint úriember nem megy írónak.
Ezt te emlegetted. Ja, de, de ezt lehet, hogy Eszterházy szokta Mándira hivatkozva igen, mondani. Nem biztos, hogy Mándira, hanem ez a rossz fiúk sportja, ez nagyon Mándis, de hogy a Péter szokta emlegetni, hogy az Ottlik szokta mondani, hogy hát sajnos az író nem úriember. Mit akart ezzel mondani? Azt akarta mondani, hogy a minden hájjal megkent vérprofi lévén, hogy a hát, hogy az írói anyag mindent felülír. Tehát, hogyha hallok valamit, ami nagyon-nagyon izgalmas nekem, mint prózaírónak, és az a dolog az valakinek, hát hogy mondjam, a kedvét, vagy az érdekeit, vagy nem tudom mit sírt, vagy valami pletykát, amit nagyon meg akarok írni, akkor az úriemberséget ez felülírja. Na most vagy felülírja, vagy nem. Tehát ezt az Ottlik is mondja, a Mándi is mondja, de sem az Ottlik, sem a Mándi nem tartozik az ilyen szemérmetlenül vájkáló, vagy pedig az irodalmat mindenestől az élettelé helyező írók közé, és hát a Péter sem volt az természetesen. Meg kell neked mondanom, hogy ebben az értelemben én öregedvén egyre inkább úriembernek tartom magam, mert ha egy ilyen éles konfliktusba kerülnék, hogy egy baromi jó történet, ami egy nagyon izgalmas történet, de mondjuk valakinek az intimitását, vagy valakinek a legbelső világát sérti, akkor én bizony lemondanék ennek a direkt közlésétől, vagy pedig addig rajzolnám el, ameddig már nem lehetne ráismerni. Tehát ilyen értelemben azért az élet előbbre való, de az irodalom ettől még nem hiszem, hogy sérülne. Miért hát egyetértek? Szerintem előbb... Technikai kérdés. Igen. Tessék megoldani. Jó, tessék igen. Megcsinálni. Hát nézd meg a Eszterházynál a semmi művészetet. Hogy micsoda gyönyörű megoldások vannak erre, hogy persze ismerjük a történetet, de mégse ismerjük. Az egy nő, ahol ugye rengeteg történetnek igen. Van alapja. Meg lehet ezt oldani. Ha valaki meg akarja. Volt neked olyan korszakod, vagy olyan filozófiai időszakod, amikor ezt a filozófiát vallottad, hogy előbb vagyunk írók, és csak utána vagyunk emberek? Talán olyan értelemben, hogy ez fontosabbnak, hogy mindennél fontosabb volt, hogy mindent íróból élsz meg, és mindent íróból gondolsz, és még most sem tudok, most sem, nagyjából ez így is van, de attól, hogy íróból nézel rá valakire, íróból gondolkodol, az nem azt jelenti, hogy az íróság előrébb volna. Azért tudunk olyan, akármi kortársregényt is, hogy valaki annyira kiadta a mikrokörnyezetét, gyerekeit, viszonyrendszereit, hogy én azért megdöbbentem, ha kedvelem az illetőt, hogy lehet kitenni ártalmatlan embereket annak, hogy esetleg felnőtt fejjel majd ezzel szembesülnek. Igen, hát ez nagy kérdés, hát erre mondtam én, hogy ezt én nem tenném, és nem is volt olyan időszak, amikor viszont azt gondoltam volna, hogy meg kell tennem. Azért is gondoltam, hogy lehet, hogy megkísérthetett korábban ilyesmi. Kukorelli Endre, akit régről ismersz, de azt mondta, hogy te fiatal korodban nagyon vágytál a szeretetre és az elismerésre. Igen? Ezt egy húzós interjúban mondta rólad, amit most felderítettünk. Hogy vágytam a szeretetre. Nagyon. És az elismerésre fiatalabb korodban, de hogy nagyon. Aztán ez kikopott belőled, mondta ő, tehát később ez már nem volt ennyire a jellemvonásod része, vagy a jellemrajzod része, de hogy fiatalon nagyon. Ez igaz? Hát, hogyha a Bandi így gondolja, aki erről talán olyan nagyon sokat, nem tudom, hogy hol látott engem így tartósan ennyire közelről. Persze, hát fiatalon az ember, amikor még bizonytalanabb dolgokban, akkor persze, hogy vágyik a szeretetre. Hát a szeretetre ki nem vágyik? Ki nem vágyik arra, hogy szeressék, amit ír, vagy amit csinál. Az elismerés, hát figyelj, én engem eléggé elismertek kezdettől fogva. Tehát én nem nagyon emlékszem arra, hogy nekem lett volna
ilyen éjszakám legmélyebb óráján ilyen forgolódós elismerés deficitem, vagy hiányom. Ez valóban az én szerencsém, olykor még a nem tudom, a teljesítményem fölötti szerencsém is. De szerencse kérdése? Kicsit igen. Mert milyen értelemben? Például olyan értelemben, most egészen praktikusan mondom, olyan értelemben, hogy amikor én megkaptam a Kossuth-díjat, én nem mondom, hogy én ne kaphattam volna meg, de azt viszont mondom, hogy legalább 4 vagy 5 remek pályatársam vagy kollégám épp úgy megkaphatta volna. Én kaptam meg. Ez merőben szerencse, vagy elég egy nem kis mértékben szerencse kérdése. Vagy mit tudom én, az ilyen díjaknál, meg elismeréseknél. Csak ez is hülyén hangzik, mert olyan, mint hogy az ember riszálna. De tényleg ennek van a szerencsének ebben szerepe. Nem határozza meg, vagy nem a szerencse határozza meg egyedül, ez nem igaz. De szükség van rá. Szóval visszatérve a Bandira, nekem tényleg kezdettől fogva meg volt az elismerés. Azt mondta szó szerint, ő egy nagyon szeretetélyes ember, akit ahogy megismertem, rögtön megszerettem, mert az, aki vágyik arra, hogy szeressék, azt tényleg meg lehet szeretni. Főleg fiatal korában, akkor különösképpen ki volt éhező arra, hogy elismerjék, szeressék. Most már, ilyen idős korban az ember már nyilván eltelítődik ezzel a dologgal. Már benne sincs meg ez a nagy vágyakozás, legalábbis annyira, mint fiatal korában, de akkor kifejezetten ez volt vele kapcsolatban az érzésem, hogy arra vágyik, hogy az ember megölelje, a vállát átfogja, és kedves legyen vele. Jó, hát ez így jobb a mondat, hát így pontosabb a mondat, ez nagyon szép mondat a Bandinak. Ez így sokkal pontosabb. Mert igen, mert arról szól, hogy őneki lehetett egy ilyen érzése, amikor először találkoztunk, hogy igen, hogy nekem van ilyen fajta, nem tudom, szeretett deficitem. Aztán, hogy tényleg volt, vagy nem volt, lehet, hogy ez látszott rajtam, de én magam nem éreztem. Ilyen is volt. Így ez egy szép mondat. De mitől lett volna benned szeretett deficit? Hát, mondjuk, a első házasságom idején nem voltam különösebben boldog. Az én pályám ez nagyon kívülről nézve nagyon egyenesnek. Főst egyik könyv, másik könyv, tényleg jöttek rá a díjak, meg a minden, de közben én úgy éreztem, hogy ezt az egészet mindig belül újra és újra föl kell építeni, összedül, fölépül, és közben benne voltam egy rossz házasságba, és valahogy ez így elkezdett fölőrölni, miközben én dolgoztam természetesen, kezdett látszani, vagy kezdtek ennek a kristályai talán rajtam látszani, ha fogalmazhatok így, akkor a boldogtalanságé. Akkor rosszabb költő is lettél, vagy lesz az ember, amikor a magánélete nem annyira harmonikus? Nem lesz rosszabb költő. Még lehet, hogy termőbb is egy picit? Hát, igen. Igen? Persze, hát a boldogtalan családok mindig érdekesebbek, mint Tolsztojnál, tudjuk. Lehet. Nem tudom, lehet, hogy ez látszhatott az emberen kezdetben. Tudod, mint gondolkodtam? Te is használtad ezt a kifejezést, hogy életmű. Hogy van egy ilyen szenzációs, mázsás életmű, beszélgettünk nagyon sok mindenről. Mi a te életedben a nagymű? Bármit mondhatsz, bármire. Saját mű? Igen. De ez lehet, nem tudom én, gyereked, házad, házasságod, hősöm tere, bármi. Mi a nagymű? Hát akkor kettőt mondok, mert itt ezt a nem az írói részé tekintve azt kell mondjam, hogy ez a mostani életkonstelláció a gyerekekkel és a Krisztával. Ezt tartom a legstabilabb, ezt egy stabil dolognak tartom, ha tetszik, nagyműnek tartom, és ebben van munka, bőven. Ennyi a magánéleti része, és ez nem az én érdemem, hanem mindannyiunk ki ebben a dologban. Tehát ebben én csak
részműves vagyok. Az irodalomban azt mondanám, hogy az a szöveg, amit én a legnagyobb boldogsággal írtam életemben, és amelyik egy valóban egy ilyen röpülés volt, lényegében egy hétvége ideje, az a testangyala. Tehát ez a Habsburgi, a Sárbogárdi Jolán testangyala. Ez volt az, ahol olyan elementárisan éreztem a szövegörömöt. És az anyag, vagy a megtalált tónus megformálhatóságának ezt a végtelen boldogságát, az omnipotens marháskodás, ha tetszik, így is fogalmazhatni, hogy azt semmi későbbihez nem tudom hasonlítani. És még azt éreztem, amikor ezt befejeztem, hogy most minden héten meg tudnék írni egy ilyen. Jó volt látni, és azt kívánom, hogy akkor tartson sokáig ez a nagyon üdvös és harmonikus konstelláció. Hát én is remélem, hogy sokáig. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.